Alapvető élelmiszerekkel, tisztálkodási szerekkel és a mindennapokhoz szükséges háztartási eszközökkel pakolták meg tavaly tavasszal az első nyíregyházi Lions Club tagjai a teherautót Márok papiban. A segélyszállítmányt az ország számos más területén működő Lions klubjai gyűjtötték össze kárpátaljai családok számára. Akkor még csak néhány hónapja tartott az orosz-ukrán háború, és gondolni sem lehetett, hogy több mint egy év múlva is rendszeresen szükség lesz az adakozásra és a menekültek segítésére. A hét elején a Nemzetközi Lions Szövetség vezetősége érkezett a Vármegyébe, hogy személyesen is meggyőződhessenek az Ukrajna Help program eredményeiről. A delegációt Baracsi Endre fogadta a Vármegyeházán. A vármegyei közgyűlés alelnökek köszönetet mondott az önkénteseknek a közel másfél éve nyújtott karitatív munkáért. Azok a települések, akik közvetlenül érintettek voltak, a települési önkormányzatok, ők az első nap már tudták, és meg is tették azt, ami kell. És jó volt látni azt, hogy közvetlenül utána mindenki, itt a vármegyei emberek, a segélyszervezetek, a kormányzati szervek, Magyarország kormánya rögtön tette a dolgát, és valóban egy olyan segítségnyújtás valósult meg, amely úgy gondolom, hogy példaértékű, és ezt erre nagyon büszkének kell lenni. És jó volt látni azt, hogy azért ebbe az önkéntesek is bekapcsolódtak, többször találkoztunk Beregsurányban a Lions Clubnak a kamionjaival is, és tudtuk azt, hogy ott van egy élő működő kapcsolat Kárpátaljával, Beregszásszal, a református főgondnoksággal, és, és, láttuk, azt a, láttuk azt a munkát, amelynek keretében igyekezték ők is kivenni a részüket a segítségnyújtásból. Brian E. Sihen, a Lions Club Nemzetközi Szövetségének elnöke azt mondta, nagyon büszke arra az összefogásra, amelyet Magyarországon és itt az északkeleti régióban tapasztalt. Senki nem kívánja azt, hogy tragédiák történjenek: földrengések, hurikánok, árvizek, vagy hogy háborúk törjenek ki. Ezek azonban megtörténnek, ilyen esetben pedig óriási összefogásra van szükség a társadalomban. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Lions világszerte így itt Magyarországon is összefogott, amivel rengeteget segítettek Ukrajnában a rászoruló családoknak. Mi a Nemzetközi Szövetség nevében azért is jöttünk most a vármegyébe, hogy tanulj legyen ennek a fantasztikus és eredményes erőfeszítésnek. Elmondhatatlanul büszke vagyok, és köszönettel tartozom a térségben dolgozók áldozatos munkájáért. Mondta Brian E. Sheehan, a több mint 200 országban közel 50 ezer területi szervezettel működő önkéntes hálózat nemzetközi szövetségének elnöke. A Nyíregyházi Lions Club egyébként 2001-ben kezdte meg működését, Jelenleg 28 taggal segítik a rászoruló személyek és csoportok mindennapjait.